Sziasztok! Drónos oktatás? Nagyon sokszor kapom meg ezt a kérdést, hogy melyik oktatást ajánlanám, hova menjetek, mik a tapasztalatok. Nos, euh, azért el kell mondanom, bár ez akik követnek azoknak nem nagy újdonság, hogy én ugye az A1-A3-at az osztrák uh, weboldalon szereztem, meg majd ugye a magyarra is elnéztem. Az A2-t pedig én ugye a légtérhu tananyagból készültem föl, három és fél órányi videó, nem tudom, 300 kérdésből álló adatbázis, tökéletesen ö, meg tudtam vele tanulni a dolgokat. És ennyi. Ezen kívül úgymond drónos tanfolyamot én jelenleg még csak ugyan ilyen DJI-os belső tanfolyamokat végeztem el, tehát máshova nem mentem el, viszont számtalan lehetőség van a piacon, illetve hát majd én is megyek fejlődni, és folytatom tovább itt a speciális, meg esetleg a növényvédelmi képzést is, hogy tudjak nektek infókat csinálni. Viszont ö, Számtasszól kérdezitek azt, hogy hova menjetek. Itt ugye rákerestek arra, hogy drón tanfolyam, itt vannak ilyen egynapos tanfolyamok, többnapos tanfolyamok, videós tanfolyamok, térinformatikai tanfolyamok, meg egy csomó ilyen mezőgazdasági képzés is. Nyilván ezek már azért, hogy is mondjam, borsos kategória. Kezdjük az alapoknál, ugye? A A1-A3-ért úgy gondolom, hogy azért pénzt kiadni elnézést azoktól a cégektől, akik ezzel foglalkoznak, de szerintem ez csak egy uh, lehúzás. Tehát, hogy annak én nem látom értelmét, bárki, hogyha beregisztráltok a kt.hu weboldalra, ott kaptok egy pdf-et, azt végig tudjátok nyomkodni, lesz egy kis fogalmatok, és utána az osztrák vizsgát simán végig tudjátok csinálni. A2 az már egy más kérdés, ugye ezt említettem többször, hogy meteorológia, drón biztonságos üzemeltetés, meg minden egyéb dolog, azt már szerintem önerőből megtanulni, nem azt mondom, hogy lehetetlen, mert hogy nyilván utána lehet nézni, de én úgy gondolom, hogy ahhoz már kell egy jó tanfolyam. Hogy most itt melyik céget választjátok, ez rajtatok fog múlni, illetve erről is szól a videóm, hogy írjátok meg kommentbe, hogy hol voltatok, nyugodtan, melyik cégnél, mennyibe került, milyen felkészülés volt, tehát hogy nem tudom én, videós tanfolyam, ugye például a légtérnél van egy videós tanfolyam, illetve van egy ilyen online webinár szerűség, több alkalommal, tehát írjátok meg, hogy milyen típusú volt, mennyit foglalkoztak veletek, sikerült-e átmenni a vizsgán, elsőre mentettek át, vagy másodjára. Ez már szerintem másoknak nagyon sok segítséget fog nyújtani. Utána ugye jön a, hát van például egy ilyen egynapos tanfolyam az egyik cégnél, hogy délelőtt van egy 3-4 óra elmélet, utána pedig kimennek közösen repülni. Nagyon fontos dolog, hogy ezek a, és az ehhez hasonló képzések, ugye ezek semmilyen e, hivatalos papírt nem adnak, ezek szimplán arra jók, hogyha ti megvesztek egy drónt bárhol, webshopból, Kicsit bizonytalanok vagytok, szeretnétek, hogyha valaki fogja a kezeteket, szeretnétek, hogyha ott lenne valaki, tudnátok kérdezni, nem csak mondjuk a videóimat megnézni, akkor erre tökéletesek. Általában ezek ilyen 50 és 60 ezer forint között vannak, 8-10 fős csoportokból szokott állni, reggel tényleg egy kis drónjog, alapok, hogy működik, mitől repül a drón, utána pedig ugye kimentek közösen repülni. Ennek azt mondom, hogy már van némi haszna, mert tényleg kimentek repülni, szereztek némi rutint. Ezek után viszont én úgy gondolom, hogy már csak az ilyen drágább dolgok vannak, mint például a növényvédelmi képzés, most ugyan, mi nemrég megjelent ez a speciális kategória, majd erről készítek nektek egy beszámoló videót, hogy mi is az, vagy kinek kell egyáltalán ezt elvégezni. Ezek már ilyen 700 ezer és 1 millió forint közötti tanfolyamok. Úgy gondolom, hogy... Itt már nagyon nem mindegy, hogy az ember melyik képzőszervhez fog úgymond elmenni. Nyilván én nem fogom mindegyikhez elmenni, illetve hogy nem is az lenne a lényeg, hogy az én számból halljátok, hiszen az, hogy most én elmegyek, és nekem milyen tapasztalatom van, az, az nem biztos, hogy teljesen uh, szubjektív lenne, de nyilván majd fogok ilyet készíteni, hogy ahova elmegyek, hogy ott milyen körülmények vannak, mennyit foglalkoznak velem. Viszont itt is arra kérném, hogy ti. Akik ugye permetezni akartok, elvégzitek ezt a speciális tanfolyamot, hogy hova mentek, nyugodtan írjátok le. Szerintem az nyilván nem csúnya szavakat használva, tehát ha esetleg valakinek negatív élményei vannak, akkor nem azt kívánom, hogy itt a videó alatt uh, kommentbe küldjétek el őket melegebb éghajlatra, hanem csak tényleg írjátok össze, hogy jó volt a tapasztalat, nem volt jó a tapasztalat, mondjuk hány órát repültetek, uh, mennyire törődtek veletek, hányan voltatok, stb. Tehát, hogy tényleg segítsük egymást, mert úgy gondolom, hogy ez a drónos oktatás igazándiból legalábbis ez a növényvédelmi, meg a ezek a térinformatikai képzések, ezek most fognak beindulni, most látja meg benne egyre több felhasználó, illetve ugye ti, akik engem néztek, hogy Há, lehet, hogy ebből lehetne egy jó kis üzletet csinálni, akár mondjuk napelemmelket ellenőrizni, vagy ne Isten a permetező drónoknak útvonalat tervezni, tehát szerintem most fogtok nagyon sokan belevágni ebbe a szakmába, mert nem azt mondom, hogy olcsók lettek ugye a Mavic 3 Enterprise gépei, de ugye egy másfél millió forinttól két és fél millióig akár hőkamerás, multispektrális kamerával ellátott drónokat uh, lehet venni, ami ha azt nézzük, hogy ez egy munkaeszköz viszonylag hamar megtérülhet, hogyha van megfelelő kapcsolatotok. Szóval a tanulás az igenis fontos a drónozásba, úgyhogy tényleg írjátok le, hogy milyen tanfolyamot végeztetek, hol végeztetek, és milyen tapasztalat volt, hogy segítsük egymást, mert hát ez lesz a jövő, nem? Tehát, hogy mindenki drónozni akar, legalábbis szerintem. Úgyhogy ne felejtsetek el feliratkozni, kis csengőt nyomjátok meg, hogy kapjatok értesítést a új videókról, hozok majd nektek különleges gépetek, gépeket, úgyhogy mindenféleképpen tartsatok velem! Sziasztok!